Az elmúlt hetek extrém hősége jelentősen megviselte mind a felnőttek, mind a gyerekek szervezetét, és még nincs vége a nyárnak. Mit együnk, mit ígyunk a nyári hónapok alatt? Melyek azok az ételek, italok, amiknek a fogyasztásával a legkevésbé terheljük a szervezetünket? A legfontosabb talán, hogy mivel hidratáljuk magunkat, hiszen a nem megfelelő folyadékfogyasztás akár már néhány óra alatt is komoly problémát okozhat. Az enyhe fejfájástól kezdve az eszméletvesztésig szinte bármi előfordulhat, ha a szervezetünk dehidratáltá válik. De hallgassuk meg a szakember tanácsait. Ígyunk sokat. Ez az első tanács, hogy nagyon sokat ígyunk, és vizet ígyunk. Tudjuk jól, hogy a kávé, meg az energiaitalok, és az alkoholos italok is, ezek vizet vonnak el a szervezetből. Tehát az a tanács, hogy mondjuk akár a minden kávé után egy pohár víz, energiaital nem olyan nagyon ajánlott ebben az időszakban koffein tartalma miatt, és az alkoholos italok meg szintén nem jó ötlet, hogyha kánikulában ilyeneket iszunk főképpen. De hát nyilván azért a jó idegsör biztos jól esik. Lényeg az, vannak most már ugye ezek a gyümölcsös változatok is, vagy aki esetleg szereti az alkoholmentes sört. Lényeg az, hogy sok folyadék legyen, és az nagy többségben víz. Lehet az csapvíz, lehet ásványvíz, lehet buborékos, lehet sima, de víz. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy fölhívjam a figyelmet arra, hogy nem csak a gyerekeknél kell ügyelni arra, hogy igyanak, hanem az idős embereknél is. És az idős embert is ugyanúgy figyelmeztetni kell, hogy igyon folyadékot, mert nagyon sokszor a vérnyomás problémák, meg a szédülés, meg az összeesések, a rosszulétek abból adódnak, hogy kiszárad a szervezet, és emiatt következik be a rosszulét. Ugye a gyerekeket itatjuk, az időseket kevésbé. A kisgyermekek folyadékfogyasztásánál érdemes figyelembe venni a korukat, illetve a testsúlyukat is. A gyerekeknél főleg attól is függ, hogy még mit esznek, tehát mit fogyaszt, ugye a kora, tehát a kor meghatározó. Ugye a gyerekek, a csecsemők még szopnak, vagy tápszert is kapnak, az is folyadék, és a kisgyerek pedig, ő már felnőtt ételeket eszik, tehát ő már ihat nyugodtan, ugyanúgy, mint a felnőtt. Én őszintén szóval nem vagyok híve ennek a 3-4 liter víz ivásának. Én azt mondom, hogy egy 1,5-2 liter víz, például egy felnőtt szervezetnek az jó, az ideális. A gyerek nyilván arányaiban kevesebbet ennél, és hát ugye ő eszik még levest, tehát az is az egész napi folyadékot kell számolni. Levessel pluszba. A kánikula ideje alatt jó, ha az étkezést is átalakítjuk, már csak az miatt is, mert ki akarna a hőségben a forró konyhában a tűzhely mellett állni és főzöcskézni. Ilyenkor jobb, könnyedebb, egyszerűbben elkészíthető ételekre cserélni a napi menüt. Együnk könnyű ételeket. Ha szeretjük is ugye a gulyáslevest, pörköltet, stb. Most nyilván a háziasszonyok is úgy gondolják, hogy jó lenne minél kevesebbet a meleg tűzhely mellett tölteni, és akkor olyan ételeket készítsünk el, hogyha ha tehetjük, amik hamar készen vannak, ugye nem igényelnek sok sütés-főzést. Ezek közül hát most nagyon ajánlom a gyümölcsleveseket, bármelyik gyümölcsből, bármilyen formába, krémlevesbe, vagy csak a hagyományos változatba. A saláták, tésztasaláta, zöldsaláta, szintén minden mennyiségben. Könnyű húsok, ugye a grill szezon van, tehát lehet a grillezett húsokat is, és főzelékek, és hát ilyen jellegű ételek, amik nem nehezítik el a szervezetet. A görögdínya népszerű nyári eledel, sokan a nagy víztartalma miatt is szívesen fogyasztják. A szakember mégis azt ajánlja, hogy azok, akik diétáznak vagy cukorbetegek, mértékkel legyenek a gyümölcsből, hiszen a magas cukortartalma hatással lehet a vércukorszintre.